Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek itt benneteket a Szeretetlen Kápolna és Közösségi Házban a lelki napunkon, aminek a témája, hogy milyen nagy az Isten hatalma rajtunk hívőkön. Utána az előadás után gyógyító mise lesz, a József atya 12-kor mutatja a szentmisét. Tegnap még úgy volt, hogy 2-kor, de most reggel telefonált, hogy mégis 12-kor, és már lehet, hogy előtte idejét, tehát ha valaki gyónni szeretne, majd tud gyónni. És akkor közben járunk a szolgálat lesz, utána szeretettel várunk mindenkit egy kis agapéra, pokácsára, erre-arra a közösségi teremben, és akkor utána pedig, ha utána még mindig akar valaki imád kérni, akkor még mindig lehet. Jó? És rögtön az elején, akkor fel is olvasnám ezt az Efeszusi levélből, ezt a részt, amiből ez a mondat származik, hogy milyen nagy Isten hatalma rajtunk hívőkön, hogy különben annak a résznek az a címe a Szentírásban, azt írja, hogy imádság Krisztus fenségének megismeréséért. Hát úgy legyen. Pál apostol azt mondja, ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről, és az összes szent iránti szeretetetekről, nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban, hogy Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás telkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket, és milyen gazdag a dicsőséges öröksége a szentek számára, és milyen méretetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, akik hiszünk. Hatalmas erejének hatékonyságát Krisztusban mutatta meg, amikor feltámasztotta a halálból, és jobbjára állította a mennyekben minden fejdelemség és hatalmasság, erő, hatalom és minden név fölé, amelyet nem csak ezen a világon említenek, hanem az jövendőkben is. Mindent láb alá vetett, és megtett őt mindenek fölött álló főnek az egyházban, amely az ő teste és annak teljessége, aki mindent mindenben betölt. Hát kedves testvérek, hát mi ebben az élő reménységben vagyunk itt, hogy Istennek ez a hatalma megmutatkozol rajtunk hívőkön, és ezért erről szeretnék beszélni egy kicsit, hogy mi is ez a hit, meg ez a remény, és ez a hatalom, hogy a szívünk egészen megnyíljon fel, és egészen befogadhassuk Isten, hogy aztán Istennek a kegyelme és a szeretete egészen átjárasson minket, és gyógyítson, szabadítson, és egyre inkább Krisztusivá tegyen minket. Azért is szeretnék Istennek a szeretetéről beszélni, és az Isten szeretetének a hatalmáról, hogy ne féljünk őt befogadni, mert azért sokszor van bennünk félelem. Ugye pont most csütörtökön a Szentlélek szemináriumban pont ez volt a téma, hogy a Jézus az én életemnek az Ura, és ott szó volt arról, hogy mi minden miatt nem akarjuk egészen beengedni Jézus az életünkbe, hogy csak úgy óvatosan. De hogy ugye van ez a kicsit közhelyes, de ám nagyon igaz mondat, hogy nem mindegy, hogy a szeretet hatalmában viszünk, vagy a hatalom szeretetében. És az Isten maga a szeretetnek a hatalma, és ennek a szeretet hatalomnak a teljessége, míg a gonosz élek meg a hatalom szeretetének a teljessége. És hogy a világ most milyen rossz állapotban van, az látszik is azon, hogy az emberek mennyire szeretik a hatalmat, és a világ nagyjai mi mindent megtesznek azért, hogy minél több hatalom legyen a kezükben, és minél több pénz is, és hogy mi mindenre képesek azért, hogy ezt a hatalmat megtartsák, és háborúkat szítanak, és ölnek, és gyűlölnek. És ugye ez mind pont annak az ellenkezője, ami Isten, akinek a lényeg a szeretet, és hogy a mennyországban élnénk, akkor ennek a szeretetnek a teljességében élnénk, és nem lenne se betegség, se fájdalom, se bűn, semmi nem lenne, hanem csak ennek a szeretetnek az örömében, kreativitásában, boldogságában élhetnénk. Csak hát sajnos ugye ezt elfogtuk a bukással. De ettől még Isten nem szűnt meg szeretni minket, és ő most is azt akarja, hogy az ő szeretete átjárasson minket, szeretnék néhány dolgot mondani erről a szeretetről. A legelső az, hogy Isten az ő szeretetét, azaz az ő jelenlétének a teljességét, hogy túl áradó bőségben akarja adni. Isten egészen nem akarja olyan visszavonni tőlünk a szeretetét, nem sajnálja tőlünk a szeretetét, hanem sőt, egy túláradó bőségben nem mérlegelve akarja odaadni mindazoknak, akik megnyitják magukat, és akik szeretik őt. Hát ha megnézzük, akkor maga egész teremtett világ is erről a túláradó bőségről szól. A tejútrendszer, amely csak egy piciny része az egész világ mindenségnek, a maga rengeteg csillagával és bolygójával és mindennel együtt, hogy mi Isten gondolatának a távlata, hogy mi minden várhat még ránk ebben az örökké valóságban, hogy ha maga a
csak a kő meg az ilyen méretetlenül tágos. Amikor Jézus eljön és elkezd beszélni, azt mondja, hogy eljöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. És meg is mutatja, hogy ő nem sajnálja az életnek ezt a bőségét az emberektől, hogy amikor Kánában az első csodát megteszi, akkor rögtön 500 liter vizet, ugye 5 vagy 6 nagy kőkorsó van, ugye borrá változott, a legjobb minőségű borrá változott a harmad napja a lakodalmas társaságnak. Hát ugye nem volt erre szükség. Amikor a szűzony odaszól, hogy nincs boruk, akkor nem mondta, hogy most akkor mennyit kellene, vagy hogy kellene, lehet, ő se gondolta, hogy ez így fog történni. Csak amikor én is azt mondta, hogy töltsétek tele a kőkorsokat vízzel, akkor teljes bizalommal mondta, hogy tegyétek meg, amit mond. Mi is, ha megtesszük, amit mond Jézus, és a mi szívünk, ez a kis üres kőkorsó megtelik vízzel, a mi kis életünkkel, akkor Jézus Krisztus a maga kegyelmű és erejével ezt úgy át tudja járni, hogy ez a legjobb minőségi borrá és életté tud válni az életünkben, úgyhogy magunk is csak meg tudunk részegedni attól, hogy az élet minden nehézség közepette is, Isten itt van velem, és ez mennyi örömöt és szépséget tartogat az én életemben, családomban, a munkámban és sok minden másban, hát nyilván nehézségek közepette, de hát ez hozzátartozik, mert ebben a bukott világban élünk, ebben ez így van. Ugye, hogy Istennek a kreativitása, hogy milyen sokszínű ez a teremtett világ. Hogyha szétnézünk, akkor azt látjuk, hogy szerintem méretetlen az élőlényeknek az a gazdagsága, hogy nem lenne szükség ennyire, nem lenne szükség ennyi fajta növényre, ennyi fajta állatra, bogárra, meg mikroorganizmusra, meg mindenre. Összerakunk egy ökológiai rendszert, egy terráriumot, néhány növényel, meg állattal meg tudjuk oldani. Nem? És ez felülről nyitott rendszer, én beteszem a tápanyagot, és közben teljesen jól el van magával. Ugye? Az egész teremtett világ egy felülről nyitott rendszer, vagy felfelé nyitott rendszer, és az elején Isten belerakta az ember, hogy művelje és őrizze, hogy ez minél jobban, még jobban kibontakozhasson. Ez a kreativitás még jobban megnyilvánulhasson rajtunk keresztül is. És Isten ezt a kreativitását sem vonja meg tőlünk, ami azt is jelenti, hogy amikor te problémáiddal odamész Istenhez, Istennek mindig van valami jó ötlete, hogy ezt hogy kellene megoldani. És ezt esetleg nem fogadod el, akkor van egy másik jó ötlete. És ha azt sem fogadod el, akkor még egy harmadik jó ötlete is van arra, mert ő párbeszédet folytat velünk. Hát nem úgy van, hogy elgondolt egy életet neked, és tűzön, vízen keresztül, ha tetszik, hanem azt kell leélned, ugye ez egy rabszolgaság lenne. De Isten szeretet és a szeretetnek a teljessége, ezért ebben a párbeszédben éppen egy belső szabadságra akar minket is elvezetni. Tehát az, amiről mi félünk, vagy sok ember fél, hogyha beengedem Istent az életemben, majd akkor az szűkíti az én élet lehetőségeimet, vagy majd akkor az valami fajta rabságba tűnt engem, ilyenek pont az ellenkezője az igaz. Mert ha nem engedem be Istent az életemben, akkor várok rabjával a saját testemnek, a világnak, a gonosz léleknek, amit mind rám nyomkodik, és amit Pál apostol mond, hogy két erőt érzek a tagjaimban, és bár a jót akarom, mégis a rosszat teszem, kiment meg engem ettől a halálra ítélt testből, csak Isten kegyelme, ami Jézus Krisztusban jelen van, és a Szentlélek által kiáltott ránk, ez tud minket megmenteni. De ha befogadom Istent az én életembe, és Istennek a szeretete elkezd átjárni, akkor hirtelen a belső szabadságnak egy egyre nagyobb fokára jutok el, hogy bármilyen körülmények között is vagyok, egyrészt békességben és nyugalomban tudok lenni, másrészt Istennek ebben a kreativitásával, nagy lelkűségével, hatalmával és szeretetével meglátom azokat a pontokat, amin keresztül az életem mégis előrébb juthat. És hát persze megyek az örök életbe, Isten gyermeke lenni. Ez egy hallatlanul nagy dolog, hogy ez így lehet, és nagyon fontos, hogy amikor megnézzük a Jézusnak a nyilvános működését, akkor láthatjuk felcsillanni Istennek ezt a hihetetlen kreativitását, ami mindig alkalmazkodik az emberekhez. Ha elég, akkor meggyógyít valaki úgy, hogy rászól, hogy gyógyulj meg, vagy kiűzi belőle a gonosz szellemet, te néma és süket lélek, menj ki belőle és kimegy. De ha arra van szükség, mert ennek az embernek valami fizikai tapasztalásra van szüksége, akkor salat kell a szemére, és akkor úgy gyógyítja meg, vagy beleteszi a fülébe az ujját, és azt mondja, és akkor úgy gyógyítja meg. Miért? Jézusnak nincs szüksége arra, hogy ő beledugja a fülét, vagy az ujját valakinek a fülébe.
A kislány egy szóval fel tudja támasztani. Tanít a kumi. Kelj fel kislány. Vagy a Lázár meg azt mondja, jöjj ki, és Lázár kijön. De mi miattunk, mert ő alkalmazkodik hozzánk, megteszi, hogy olyan módon foglalkozik velünk, ahogy az nekünk a legjobb. Amikor a vak embert meggyógyítja, azt mondja, ne menj vissza a faluba. És ráteszi a kezét, hogy látsz, mint a járkáló fák látnának, még egyszer ráteszi. Ne menj vissza a faluba, hogy ne zaklassák, hogy begyakorolhassa a látását. Mert hogy úgy akarja tenni, ahogy az nekünk éppen a legjobb. A másikat figyelmezteti, vigyázz, hogy most már ne bűnözzél, hogy nehogy rosszabb legyen, de sorsod, mert az a veszély fenyegette, hogy ugyan meggyógyult, de a szívét azt nem akarta átadni Istennek, és ezért a régi természete újra visszavieti a bűnökbe, a régi bűnök meg visszahozhatják azt a betegséget, amivel szenvedett. De ha megnézzük, amikor jönnek hozzá a farizósok meg az írástok, hogy kérdezzék őt, hogy milyen bölcsességgel és kreativitással eltelt zseniális válaszokat ad neki. Ugye, mindig csapdába akarják csak. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Ugye, ha szabad, akkor áruló vagy, ha nem szabad, akkor meg lázadó vagy, mindenképpen mész a dutyival. És azt mondja, mutassátok meg nekem azt a pénzdarabot, adjátok meg a császárnak, ami a császári, az Istennek, ami az Istené. Hogy amikor mi oda megyünk Istenhez, ami vágyainkkal, ami kéréseinkkel, ami töredezett életünkkel, ami nehézségeinkkel, akkor Isten ilyen módon szól hozzánk, és beszél velünk, és az ő bölcsességével, és az ő szeretetével ilyen módon akarja átjárni az egész életünket, hogy abban előre juthassunk. És ismeri a mi törékenységünket. Azt is tudja, hogy nem mindig állunk mi készen arra, hogy az ő válaszát elfogadjuk. Nem mindig látjuk át, hogy ő mit miért akar tenni. És alkalmazkodik hozzánk, hogy úgy legyen minden, ahogy az a legjobb. Persze, természetesen, hogyha hiszünk Isten szeretetének a hatalmában, és egyre jobban átadjuk a mi életünket, akkor egyre mélyebben át tudja járni a mi belső világunkat, és a külső körülményeinket is, és akkor képes gyógyítani. Ugye a 1 Korintus 13, Jézus Krisztusnak a személyiségrajza, de jelöltem ám, csak most nem találom. Hogy ezt a szeretetet fogadjuk mi be. Csak azért olvasom fel, nyilván mindenki ismer a szeretet himnuszt, hogy ráérezzünk arra, hogy Istennek ez a méretetlen gyöngéd szeretete az, amelyik jön, és látja, ami összetöredezett, ami leterhelt fájdalmakkal is, elvárásokkal és minden más problémával küzdködjünket, és akarja, hogy mi befogadhassuk, hogy Istennek ez a szeretet hatalma, ez a jósága, ami erősebb minden halálnál, amely képes kiűzni minden bűn, amely képes meggyűjteni minden betegséget, hogy ez a szeretet átjárhasson minket. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem nagyra vágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol a rosszra, nem örül a gonoszsággal, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Ezért megmarad végül a hit, nem nincs a szeretet, és ezek közül a legnagyobb a szeretet. Most elképzelem saját magamat, és bennem Istennek ezt a kegyelmét, és mondom, hogy a szeretet türelmes. Uram, de jó, hogy türelmes vagy, mert hányszor rugadozom én az iga ellen, hányszor panaszkodom, hányszor van elegem abból, hogy már megint mit kell csinálni. És az Isten türelmes. És az Isten ismeri az én gyengeségem, és tudja, hogy rendben van, azért csak menjünk előre. Menj, mint a két gyereknél, ugye jó, hisztizel, de majd mindjárt menjünk, és akkor ugyanúgy jössz ebédelni, meg vacsorázni, és megcsinálod a házi feladatot, és a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem gered haragra, hogy szoktam mondani, hogy az Isten, ugye nem úgy kell elkezdeni az Isten, hogy egy jóságos nagypapa, aki csak ül a sarokba és nem csinál semmit, mert ez így van. De olyan szempontból nyugodtan elképzelhetjük Isten, mint egy ilyen jóságos nagypapa, aki csak ül és néz minket, és szeret minket, és hogy a legelőször is ő szeretni akar minket. És nem avval kezdi, hogy már megint mit tettél, ide jössz hozzám, hogy mostan ez a problémád, és közben meg
tegnap este is mit csináltál, hogy beszéltél otthon, hogy hát akkor most mit akarsz te itt tőlem? Hát persze, lehet, hogy mondja, hogy jó lenne, hogy elmenni gyónni, és ezt abba hagynád, de ettől még nem fog kivonulni a szívedből, és azt mondani, hogy ez hogy többet nem. Nem nagyra vágyó, nem keresi a magáét, nem gered haragra, szóval nem keresi a magát, hogy Isten eljön hozzám, az ő legnagyobb vágya az, hogy Isten országa közöttünk legyen, azt akar, hogy én, mint az ő gyermeke, fölmenjek a mennybe, és ehhez képest még mindig nem a magáét keresi, hanem hajlandó foglalkozni abban, hogy az enyémet keresi. Keressétek először Isten országot, és az igazság, és minden más megadatik nektek. Arra vágyok, hogy én keressem őt, és majd ő keres engem. Hogy milyen az Istennek a hatalma rajtunk hívőkön? Hát az egyik kulcs ez, hogy én odaadom az életemet Istennek, Isten pedig cserébe odaadja az ő életét nekem. És akkor én élem az ön életét, már ahogy én tudom, hogy a teljes töredékességben, nyomorúságban és államon elbukva, és ő éli az én életemet. És ő elkezd élni az én életemet, az azt jelenti, hogy már nem pusztán én hordozom az én életemet, az én problémáimat, az én nehézségeket, örömeimet, vágyaimat, hanem ő hordoz és teljesíti be, mert én az ő gyermeke vagyok, és hiszem, hogy az ő gyermeke vagyok, és ebben tudok járni. Jó? Nem örül a gonoszság, mindent eltűr, mindent elvisz, mindent elvisel, és szeretet nem szűnik meg soha. Amikor elhiszem, hogy Isten gyermeke vagyok, és elkezdem befogadni Istent az én életembe, akkor Istennek a kegyelme egyre jobban rá tud épülni az én életemre. És akkor nyilván ez nagyon sokféle módon megtörténhet, hiszen a mi életünk is nagyon sokféle módon, de ha beengedem az életembe, elmondok egy történetet, ezt már, hogy Isten nagyon sokféle módon erősíti bennünk a hitet. Sokszor teljesen közvetlen módon, hogy a hit a nem látott dolgok valósága, és a reményed dolgokról a meggyőződés. Ha reméled, hogy most itt gyógyulást kapsz, akkor járjál ebben a reményben és ebben a hitben, egyrészt kérd imád, másrészt kezd el tenni azt, amit eddig nem tettél meg a betegséged miatt. És akkor erre elmondok egy történetet. Amikor még a művelődési házban dolgoztam, és följártam egy barátomnak segítenet egy számítógépes munkát, és előtte van egy oltári szentséges gyógyulás is, mert feküdtem az ágyba, és akkor a István, hogyha meggyóntatott, vagy megáldozhatott, akkor utána rendben lett minden, tudtam székeket pakolni, meg mindent, és aztán hétfőre megint lebírultam, és akkor innen folytatom a történetet, azokat nem húzzam az időt az oltári szentségtől való gyógyulással, bár ez is sokszor megtörtént az életemben. Feküdtem az ágyon, és nem tudtam megmozdulni sem. És ugye felöltözve feküdtem az ágyon, mert a szolgálati lakás benn volt a művelődési házban, és a drága emberek, ahelyett, hogy a művelődési házba mentek volna, állandóan a szolgálati lakásra csöngettek, mert ott úgyis megtalálnak. Hiába, hogy a kollégám ott volt, hogy a gondnok urat keresik, mert ugye ez volt. Tehát felöltözve feküdtem az ágyba, és közben olvastam egy ilyen hitapostolnak, a Swiss Wigglesworth-nek a történetét. És olvastam, hogy milyen csodák történtek, és mondtam, uram, hát ez hogyan van ez? Ez még csak nem is katolikus. Én meg katolikus vagyok, és itt fekszek, itt az ágyba, bénán fekszek, és nem tudom, föl kellene mennem Pestre segíteni ennek az embernek. És ahogy imádkoztam, egyszer csak azt hattam a szívemben, azt mondja az Úr, menj fel Pestre. Isten ezt mondta, hogy menj fel Pestre, hát akkor felmegy a Pestre, és kijöttem az ágyból, és fogtam a kis táskát, és akkor elindultam. De ilyen, tehát nem, tényleg nem tudtam mozogni. A feleségem meglátta, mit csinálsz? Megyek Pestre. Szóval meg vagy őrül, megy meg át az ajtót, nem mész ki, de mondom, megyek Pestre, megyek Pestre. Ugye, amire leértem a buszvégállomáshoz, ez néhány száz méter, addigra teljesen el volt minden merevség, és fájdalom, és gyötrődés, teljesen meg. Hát időnként, amikor elhisszük, hogy Isten szól, és ő valóban ott van, akkor ő cselekszik. Többször meggyújtam egyszer az oltári szentség által, uram, ha csak hozzád megyek, ruhád szegét meg, de meggyógyulok. Azért tartunk gyógyító miséket, mert mások is meg tudnak gyógyulni a szent miség által. Hát a reménylet dolgoknak a valóság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Meggyőződök arról, hogy én hiszem, hogy Isten van és szeret engem, beengedem az életembe, hogy ő cselekedhessen, és amit ő gondol, azt tegye meg az én életemben. És a legelső dolog, amit ő tesz, hogy életre kelt.
Ti már halottak voltatok a bűneitek miatt, Jézus Krisztusban életre keltetek, mondja a Szentírás. És ugye testileg nem is voltunk halottak, de lelkileg halottak voltunk, mert a öreg életű lelkünk nem volt egy eleven kapcsolatban Istennel. Tehát a legelső dolog, hogy Isten életre kelti az én lelkemet, az én örök életű lelkemet, és eleven kapcsolatba kerülök. És ha a testem ugye levegőt vesz, és ez szükséges az élethez, hogy én levegőt vegyek, ugyanígy a lelkem is levegőt vesz, csak meg a szent lelket lélegzi ki és be, és ez a szentileg átjár engem a maga a teljes valóságával, és elkezd ezt a tisztító és gyógyító munkát, ami helyre rakhatja az én életemet. És amikor ez megtörténik, akkor Isten elkezdi gyógyítani az én belső világomat és meg az én külső körülményeimet is. És valamikor ez is rögtön megtörténik, valamikor ez amikor én munkanélkül megtértem, és talán mondtam a barátnőmnek, hogy ha meg kell házasodni, mert az volt odaért, hogy ne paráználkodj, és akkor nem lehet hozzányúlni az asszonyhoz, és mondtam, hogy házasodjunk, és én közben munkanélkül lettem, ilyen még egyetemista volt, és mindenki mondta, hogy semmi értelme nincs, hogy ti házasodtok, hova fogtok lenni. Majd a jó Isten megsegít minket, ó, nem lesz semmi baj. És ezt mondtam mindenkinek, én sem tudtam, hogy hogyan. És aztán két telefonnal értek utol, hogy menjünk, jöjjünk létre Török Bájtér, itt van egy művelődési igazgatói állás, hogy nem akar senki elfogadni 91-ben. És akkor, hát még rajtam volt a csöves gatya, ekkora fakeresztel, és akkor jöttem be, vagy egy éve keresztény voltam, vagy fél éve, és jöttem az öreg polgármester úrhoz, hogy hát jöttem az állásra. Tudjátok, ha én lettem volna a polgármester, én azt mondtam volna, hogy hát köszönöm szépen, majd még visszatérünk erre, mert ilyen alakban. És hát a legnagyobb megdöbbenésem azt mondta, és ott volt akkor a két szoba, ezt már annyiszor elmeséltem ezt a történetet, nem mesélem ezt sokszor, hát hogy valóban az Isten a tenyerén hordozott minket, és így lett lakásunk, és így lett bútor bele, és akkor amikor a feleségem még egyetemista volt, és jött a baba. Én annyira vágytam, hogy megígértem mindenkinek, hogy én a nászúton gyereket csinálok. Bocsánat, uram. És a végén imádkoztam, uram, kérlek, most ne hagyjál szégyenbe, hogy úgy jöjjök haza, hogy nincs egy gyerek. És aztán jött is a baba, és akkor... De mindegy. Hova akartam eljutni, de azt nem tudom, tényleg a lényegben. Aztán valamikor nyilván ez egy hosszabb időt vesz igénybe, valamikor nem egészen úgy történik, ahogy mi akarjuk, hanem Isten mást akar, hogy én gyerekkorom óta szemüveges voltam, és akkor azt mondtam, hogy én hiszem, hogy az Isten meggyógyítja az én szemet, és letettem a szemüvegemet. Csak hát az Isten nem lehet belesarolni abban a dolgokban. Nem akar, és akkor egy-két éven keresztül nézegettem, hogy mi van, és nagyon udvarias emberré váltam, mert ugye mindenkinek köszöntem, mert senkit sem láttam, hogy jön, és jó napot kívánok, ugye idegen helyen itt Törökbányton. És akkor szépen elnyúlva visszatettem a szemüveget, és akkor itt szemüveges voltam. És egyre rosszabb lett a szemem, kérlek valami, gyógyíts meg a szemet, kérlek gyógyíts meg a szemet. És akkor végül úgy gyógyult meg, hogy el kellett menni az orvoshoz, hogy megmondta, hogy már szürke hájogon van, meg stb. És akkor kész. És akkor kipöckölték, megcsináltak. Így is lehet. Az Isten az orvosokon keresztül épp úgy tud gyógyítani, mint a közvetlen módon. Emlékszem, hogy fiatalabb voltam, és többször volt, hogy hirtelen elfogott ilyen erős betegség, ilyen fájdalom. És imádkoztam, és elmúlt. És akkor 40 éves voltam, akkor is azt kértem a feleségemtől, hogy hagyd menjek el egy 10 napos remeteségbe, és elmentem Széchenybe a Ferences Clarissa nővérekhez, ott voltam. És akkor a hét végén megint elfogott az erős fájdalom, és megmértük a lázamat, és 39 valamennyi volt. És akkor mondtam, hát akkor lehet, hogy most hát tényleg el kell menni orvoshoz. És akkor, amikor hazajöttem, elmentünk, és kiderült, hogy akkora epeköveim vannak, mint a ház, és akkor az mindig begyullasztotta a hasnyálmirigyet, meg akármi. Hát akkor mit csinálják meg? Nekem úgy is jó volt, hogy imádkozok, és elmúlik a fájdalom, de mindig újra visszajött, mert a kő meg ott maradt, ugye? Nem voltam elég jó, hogy diagnoszt azt kellett mondani, hogy uram, a köveket is vedd el. De hát nem is tudtam, hogy vannak bennem, csak hogy ez a fájdalom menjen el. Jó? Tehát, hogy az Isten belép, és elkezdi gyógyítani az életünket, és elkezdi gyógyítani a kapcsolatainkat.
elkezdi gyógyítani, elkezdi rendezni a szüleinkkel, a közösségeink, a körülöttünk lévő emberekkel, és elkezd megszabadítani minket a félelemtől, a nyugtalanságtól, a gonosz téleknek olyan ránk neheződő dolgaitól, amelyikkel ki akar minket lökni, ugye Isten országából. Ja, tudjuk jól, aki nincs megtérve, van, nincs kösebb dolga a gonosz téleknek. Ja, van ez a történet Szent Ferencről, amikor lát egy képet, hogy a Assisi városának a várfalán, a város körülön falon egy ördög ül, és az egész város pásztorolja. És a ferences rendház körül meg egy ilyen léginyónyi ördög kavarog és támadja a rendházat. És uram, hát hogy van ez a dolog, hogy az Assisi városa, amelyik hát mindenféle emberekkel van tele, és egy ördög van ott. A B szeretes házon körül ott van egy légiónyi. És azt mondta neki az úr, hát hogy ne fiam, mert a város egyetlen ördög is elpásztorolja. Mert senki nem akar hozzám tartozni. De ti, akik hozzám akartok tartozni, bizony támadnak benneteket, ha másért nem, hogy legalább az összeszedettségeteket, a hűségeteket, vagy hiteteket megrendítse egy kicsit. Tehát nyilván, hogyha Istenhez akarok tartozni, ez bizony küzdelembe is kerül. De, ahogy azt mondja, a Szentírás mondja, senkit nem ér kísértés vagy megpróbáltatás erőn felül, a kísértéssel együtt az Úr megadja a szabadulást is. Tehát, hogy felismertem, hogy van az életemben valami olyan dolog, ami rossz melegem, rossz felé visz, vagy kísértés, vagy rossz tudom, lehet kérni az Isten, kérlek, Uram, szabadíts meg ettől, és akkor ő megszabadít. Most nyilván, ugye, az azt jelenti, amikor Jézus azt mondja, hogy életük legyen és bőségben legyen, az nem azt jelenti, hogy akkor mostantól kezdve az aranyifjak életét élem, és akkor tele vagyok pénzzel és mindennel, hanem éppen azt jelenti, hogy amikor Isten életet élem, ezért egy küzdelembe kerül az életem. Tehát belekerül abba a küzdelembe, mert elkezdek tusakodni én magam is Isten országáért, azért, hogy ez előre haladjon. És miközben megtapasztalom Istennek az áldását az életemben, meg az életünknek, megtapasztalom azt is, hogy mindez bizony hát küzdelembe kerül. Ugye Jézus Krisztus már győzött a gonoszság minden ereje fölött, tehát avval nincsen probléma. Avval van a probléma, hogy ez milyen módon realizálódik az én életemben. És minél inkább akarok Isten országában járni, minél inkább elvállalok egy feladatot ebben az országban, ez annál inkább lehet. Ettől nem szabad megijedni vagy félni. Ugye ez nem azt jelenti, hogy Úristen, Istenhez fogok tartozni, akkor mostantól kezdve aztán állandóan ez a nyomor lesz, és akkor nem. Ez nem így van, sőt, pont az ellenkező, ez igaz. De hogy ez része. Ugye most, amit kiadtunk könyvet, itt van az egyik, ez a... Egy asszony, aki minden tiszteletre méltó, az Erzsébet asszony, minden van Erzsébet asszony, szeretett lány, lelki napló írjának az élete, illetve nem csak az életének a bemutatása, hanem az, hogy valóban, hogy ment elő az életszentség útján, hogy a szeretett lány kegyelmi hatásai hogyan mutatkoztak meg az életében, hogy valóban egy tiszteletre méltó asszony, akit a személyes véleményem szerint oltára kellene helyezni, tehát a boldogávatási, szentivatási eljárást kellene élni. Ugye, tehát, hogy minden nemzetnek megvannak a maga nagy szentjei, és megvan a sok kis szentje, meg a sok névtelen szentje, akit senki nem ismer. Ugye, nyilván van sok francia szent, és abból van néhány, akit ismerünk, a Jeanne d'Arc, vagy a Bernadett, vagy az olaszoknak is van, Szent Ferenc, és van sok, akit nem ismerünk. És a magyaroknak is lehet egy-két olyan szent, akik nemzetközileg ismertek, vagy a Szent István királyt ismerhetik, a ortodoxok is, vagy a Salkász Sárát ismerhetik, mert a szociális testvéreknek a társasága az más országban is jelen van, de a többséget mi magyarok ismerik, aztán többek. De az Erzsébet asszony, az egy olyan asszony, aki hogy mondjam, megint az egész világ szerte ismerik az általa leírt lelkinaplót, és az egész világon tisztelik az ő életét, és hát bizony jó lenne. És ő el lehet mondani, hogy küzdelmes életet élt. Ha valaki elolvassa, akkor láthatja, hogy volt küzdelemben része. De azt is elolvashatja, akár a lelki naplóban, vagy hát ebben vannak személyek az ő misztikájáról, meg az ő aszkéziséről is, hogy Isten milyen ajándékokat adott neki, hogy hogyan erősítette meg őt, hogy hogyan ragadta ki olykor, hogy a természet feletti valóság, úgyhogy le se tudta írni mindazt, amit tapasztal. Tehát, hogy a nagy küzdelmekkel, nagy kegyelmekkel is járnak. Nyilván ő nagy feladatot kapott. Mi nem kapunk ilyen feladatot. Nincs még egy szeretett láng, amit meg kell harcolni, hogy itt megtapadhasson a világban, és hogy kiterjedhessen.
De a mi életünkben is az Isten ad kegyelmeket, és azokat a kegyelmeket meg kell ragadni hitben, és aztán meg kell tartani, és előre vinni. És hát talán figyelmetekbe, meg úgy értem ez a másik is, ez a hitünk, a keresztények hite, ez a szintén most jelent meg, ez pedig a hiszek egynek a mondatait elemzi végig, nagyon olvasmás, hogy mit jelent az, hogy hiszek, mit jelent az, hogy Isten az én atyám, mit jelent az, hogy a fiú, hogy egyszerre Isten és ember, tehát egy ilyen olvasmányos jó szöveg arra, hogy mit jelent. Tehát hát Isten gyermekévé leszek. Ezt kell a szívünkre venni, hogy én már Isten gyermeke vagyok. Én már Jézus Krisztussal együtt fennülök az atyának a jobbján, mint ahogy a mai evangéliumban van. Bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek, sőt, bármit kértek közvetlenül az atyától, megadja nektek, mert én az atyához megyek. Tehát te meg én benne vagyunk Krisztusban, és Krisztusban ezért minden Istennek minden kegyelmi ajándéka a rendelkezésünkre áll, hogy éljünk vele. A kérdés az, hogy az én életem az mennyiben tudja megtartani ezeket a kegyelmeket. Most van ez a szó szerinti fordítása, vagy nem szó szerinti fordítása, tehát egy ilyen erősen ragaszkodó fordítása a Szentíráshoz ez a fordítás. És ebben, hát egy kicsit nehezen érthetően van megfogalmazva, mindes, hogy mennyire felülmúl mindent az ő nagy hatalma mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, ahogyan az ő erejének uralkodó hatalmát Krisztus életében munkálkodni láttuk. Tehát akik abban az mértékben hittük, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát Krisztus életében munkálkodni láttuk. Tehát amikor én elmélkedek Jézus Krisztus életéről, és meglátom Krisztusban Istennek ezt a méretetlen szeretetét és hatalmát, és elhiszem, hogy én pedig benne vagyok Krisztusban, hogy az én életemben a hit által, ezáltal, a hit által ugyanez a hatalom működik, akkor ez realitássá válik. Hogy hit Ábrám az Úrnak, és ez tulajdonodhat neki igazságul, egy másik fordításban, és ez átjött a valóságba. A szegény Ábrámnak 25 évig kellett ezért hinnie, reméljük neki nem tart 25 évig, míg valami megtörténik az életünkben, de hogy Ábrám képes volt elhinni, és írja Pál apostol, hogy testének erőtlenségében a reménység ellenére, a reménytelenség ellenére és reménységgel hitte, hogy mindez valósággá válik, és ezért a hite valósággá lett. Hogy itt van egy hihetetlenül erős próbatétel, hogy Isten megígér valamit Ábrahámnak, ő a szívébe hordozza az ígéretet, és az kiderül, hogy a világ szemben ez egyre inkább lehetetlenné válik. Már megveregettem, már a feleségemtől elmúlt az asszonyi természet, már én se vagyok valami nagy férfi, stb. Hogy tulajdonképpen nincsen semmi realitása. Nincsen semmi realitása. Elmész az orvoshoz, és megmondják, hogy hát ez a betegség, ez sajnos, ez egy halálos betegség, erre nincsen gyógymód. Elmész, és akkor megmondják, hogy hát ezzel most már így kell élni. A feleségemet még amikor vizsgálták még a házasságunk legelején, és akkor mondták, hogy neki hiperbiliruminiája van. Azaz a májából hiányzik egy ilyen bilirubin bontó enzim, a stb. Ebben egész életében együtt kell élnie, bizonyos ételeket nem ehet, de különben rendben van a dolog. Tehát 100 évig élet élni. Zsírberkor. Biztos. Hasmenése lesz a zsíros ételektől. Biztos, mindegy. Jó, mondta, akkor még mi nagyon hívő emberek voltunk, és tudod, imádkozunk ezért, hogy ez elmúljon. Ne kelljen szegény asszonynak, ne kelljen ilyeneket, meg hagyjunk, amit csak belénk fér, ihaj, csóhaj. És amikor szülés után újra megvizsgálták a feleségemet, azt mondták, hogy megjelent ez az enzim a szervezetében. Kész. Hogy most miért jelent meg, mert jött a gyerek, és akkor a gyerek átalakította, vagy milyen módon, ez nem érdekes. Egy biztos, Isten kegyelme ott volt benne. Kész. Tehát sok mindent tudnak mondani az orvosok. Sok mindenben, a Petinek a történet elmesél, aztán másfél éve van a háta. És bizony éveken keresztül ez csak egyre rosszabb volt ez a dolog. De már nem másfél év telt az volt, hanem tizen sok év, és a Peti itt van felünk.
És most udvarról is barátnője van. Nagyon büszke vagyok rá, meg egyáltalán. Hogy benne kapaszkodok, és akármit mond a világ, akárhogyan is, akkor is hiszem, hogy mindez lehetségessé válik. Akkor Erzsébet asszonynak azt írja a Szeretett Láng lelki napló, hogy azt mondja neki az Úr, el kell vinni, azért 62-ben, a Szeretett Láng üzenetét el kell vinni a tengeren túlra is. 1962-ben, amikor az országból nem lehetett kimenni, mondja egy hadgyerekes édesanyának, akinek majd még az unokát is fölkenem, és semmi pénze nincsen, mert még rendes munkát se kap. Hát hogy vigye ő a tengeren túlra is? És aztán most meg tudjuk, hogy nem csak hogy elment a tengeren túlra, az egész világon elterjedt. De Erzsébet egy pillanatig sem adta fel ezt a dolgot. Volt, amikor nagyon nagy sötétségben volt, ez nincs benne a lelki naplóban, csak mesélték a régi öregek, ismerték őt, és hogy volt, hogy annyira elfogta a hitetlenség és az egész belefáradás a dologba, hogy azt mondta, hogy elégeti a füzeteket is, a 4 füzetben volt leírva, mert elege volt, borzasztó. Ugye megint nem tudjuk, hogy milyen a ilyen módon a sötétségben lenni. Nem tudjuk. Milyen egy depresszió. Az Erzsébet azt mondja, nem a depressziónak a segítsége volt, csak mondom, hogy depressziós ember depressziótól olyan rettenetes dolog, hogy öngyilkosok lesznek vele, ugye, mert elviselhetetlenek érzi az életét. És hogy ő is annyira belefáradt ebbe a küzdelembe, fogta a fizetéket, hogy elégeti. Elege volt, kész, elégeti. És akkor ment a tűz felé, és akkor megbérult. Nem, akkor letette, jó. Akkor megint megfogta, hogy oda megy és elégeti. És akkor állítólag annyira erőlködött, hogy még a csontja is megrepett a kezébe. De ezt Isten már nem engedte meg neki, tehát, hogy ez a dolog minden. Ha odaadod Istennek az életedet, végül nem fogja megengedni, hogy butaságot csinálj. Semmi olyat nem fog megengedni, amit ő elkárhozhatnál. Mert én egész olyan, Uram, légy az én életemnek az Ura, és ne engedd! Ha elkezdenék benni valahol rossz, hogy rögtön fogjál nyakon, és üssél meg, és csinálj bármit, csak na, hogy ne menjek el a rossz irány. És akkor ő ezt megteszi. Néha igen kellemetlen módon, de megteszi. És ez jó. És akkor később hálát adsz neki, hogy ez megtörtént. Szóval mi a feladatunk? Uram, növelt hitünket. Ugye? Ha csak akkora hitetek lenne, mint a mustárnak, és azt mondanak a tengernek, vagy a hegynek, hogy menjen be a tengerre, belemenne. Jó van, Uram, akkor adjál hozzá a talicskát, aztán kezdjük el elhordani. Legyen. Uram, add, hogy hazánk a szeretet földje legyen. Jó van, fiam, akkor kezdj el imádkozni. Hát akkor elkezd, és akkor majd megy előre az alak. Kérek, Uram, gyógyíts meg a betegeket. Jó, akkor imádkozzál és szólj a betegnek, hogy jöjjenek. Oké, Uram, de biztos meggyógyítod őket. Te csak csináld. Uram, minden gyógyít összeheted, ezt sem. Kérlek, Uram, hozd el a betegeket, és kérlek, gyógyíts meg őket, gyógyíts meg meg. Hogy lássuk, hogy jelek és csodák törjenek Jézus Krisztus nevében. Hogy visszajönnek és tanúságot tegyenek. És ugye az elmúlt lelki napról is, hogy fennben a tanúság tétel a gyógyulásra. Oké? Kedves testvérek, hát akkor ez a feladatunk, hogy realizáljuk Krisztus életében, vagyis a mi életünkben Jézus Krisztus életét. Hogy Jézus Krisztus élete legyen a mi életünk, és akkor Jézus Krisztusnak ez a gyógyító és szabadító kegyelme átjárjon minket. Jó? Akkor most ezért fogunk imádkozni egy kicsit, és utána pedig a gyógyító misén ezt fogjuk kérni, és a közben járó imaszolgálaton, hogy Istennek ez a kegyelme áradjon ki ránk, és gyógyítson minket. Egy picit csendesedjünk el. Jó? Bocsánat, még az ima óra alatt voltak ilyen gondolataim. Van köztünk valaki, akinek a vesével van probléma, a vese elégtelenségben szenved, vagy bármi vesével kapcsolatos dolog van a életében? Lehet, hogy nem is tud róla, olyan is lehet, nem? Lehet, persze, lehet, hogy nem tudom. Bocsánat, na mindegy, ez úgy jött. Lehet, hogy nekem van, és akkor Uram, gyógyíts meg, kérlek. Jó, mindegy. Na, bocsánat. Neked beselíted? Igen. Akkor gyere ki, légy, és akkor már úgy elkezdünk imádkozni, lehetek is akkor. Jó, mindannyian ő érte imádkozok, és kérjük az Istennek a kegyelmét, hogy gyógyítsa meg őt, és ha bárki lenne még közöttünk ilyen, mi a beséddel a probléma? Nem tudják. Nem tudják. Gyere ide, állj, légy szíves. Minden felé fordulunk. Kérlek, ti is imádkoztok, érted, jó? Hogy hívnak téged? Tibor. Tibor, dicsőség neked, Uram, áldalak és magasztalak téged a Tibor testvéremért. És köszönöm, Uram, hogy eljött, hogy tőled gyógyulás és szabadulás nyerjen. És drága atyán, kérünk téged most Jézus Krisztus nevében,
a mindenkor segíti Szűzanya közbenjárása lehet, a szent lelkeddel járd át őt, jöjj Uram, járd át különösen az ő veséit, járd át és gyógyíts meg őt Jézus nevében, hogy egészen meggyógyuljon és elmúljon belőle minden probléma, kiválasztási probléma, vizelési probléma, ha bármilyen kő lenne benne, vagy bármi, Uram, te vagy a diagnoszta, diagnosztizáld őt és gyógyíts meg őt a Jézus Krisztus nevében. És Jézus nevében parancsolunk ennek a betegségnek, hogy távozzon, menjen Krisztus keresztjel, és ott várja ítéletét is. Bármilyen gonosz erő kapcsolódna ehhez, abból is gyógyíts meg őt. Kérlek, Uram Jézus, jöjj! Jöjj és töltsd elő te teljes egészségeddel, a te teljes örömöddel és békéddel, a veséjét, egész testét és lelkét, mert te benned bízunk. Jézus nevében. Amen. Amen. Jöjj, Szent Lélek! Jöjj, Szent Lélek! Jöjj, békesség lelked! Jöjj, vigasztaló lélek! Jöjj, Uram! Kérlek, Uram, vigasztald meg az én testvéremet! Kérlek, Uram, te látod, hogy hogy mivel szoruló vigasztalással tedd meg ezt, jöjj Uram, és hozzá te békédet neki. Köszönöm Jézus. Jézus. És kérlek Uram, hogy áld meg az én testvéremet egészen. Jöjj egy gyógyító kegyelmeddel. Jézus nevében, Jézus nevében, Jézus szent vére által. A Szentvéreddel most állt őt, Uram, és köszönöm, hogy te elhozod neki a teljes gyógyulást és szabadulást, mert te benned bízunk. És kérlek, hogy áld meg őt egészen, áld meg az ő felkelését és lefekvését, munkáját és pihenését, áld meg őt anyagilag és telkileg, áld meg őt jó barátokkal és társakkal, áld meg őt, Uram, egy kibontakozó és betesedő élettel. Amen. Amen. És áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, mondjuk mindannyian, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajta, fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet te néked. Amen. 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 Jó, hordozunk téged imádságban, és amíg történik valami változás, akkor adjál hát az Istennek, esetleg írjál róla egy tanúságtételt, hogy körülvessünk, jó? De még a Szent Misébe is felállunk, meg még. Kész. Addig, mindig addig küzdünk, amíg a gyógyulás meg nem történik, vagy békességet kapunk a szívünkben, hogy valamit így kell elfogadni. Mióta van meg neked ez a dolog? Egy éve körülbelül. Egy éve. Hát bízom, hogy ez volt az utolsó nap. Úgy legyen. Uram, kérlek, segíts, Jézus. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm, Jézus. Tanuljátok meg az áldást mondani, ezt az áromi áldást. Tanuljátok meg, ez egy fontos dolog. Ugye Jézus mondja, hogy áldjátok és ne átkozzátok az embereket. Az Istennek az áldáshoz behozza, és na, akkor most végre csendesítsünk. Ezzel kezdtük volna, Jézus. Ó, Jézus, kérünk téged. Van közöttünk valaki, és a vállai fájnak, bal válla, vagy valamelyik vállában érez fájdalmat, vagy ilyesmi. Én jöttem, nézőlepikon. Jobb vállatban, gyere, légy szíves. Van még valaki, akinek a vállai fájnak? Ilyen nekem ízületeim. Ízületeim. Jó, gyere, akkor állj ki. Gyere. Van még valaki, akinek a vállában, vagy ízületében van valami probléma? Gyere, álltok ide. Jó, lehetek bátor testvérek, imádkozunk, kértünk, kérünk Uram, hogy gyújtsd meg az én testvéremet. Bármiféle ízületi probléma lenne az ő életükben, a vállukban, kérünk Uram, hogy járnát az ő jobb vállát, hogy elmúljon belőle minden fájdalom a Jézus Krisztus nevében, és minden ízületi fájdalom a Jézus nevében. Jöjj Uram, a te megerősítő kegyelmeddel, hiszen te mondtad, te benned bíznak, azok szányra kelnek, mint a sasmadarak, kőfalon is átfognak, és megifül az ő életük. Jöjj Uram, jöjj el, hozd el ezt a teljes gyógyulást az ízületüknek, húsuknak, csontjuknak, egész életüknek, mert te benned bízunk. Amen. Jöjj Szent Lélek, jöjj erősség lelke, jöjj megerősítő kegyelme. Köszönjük Uram, hogy a gyógyító kegyelmed átjárja őket. Köszönjük Uram, hogy te kiemeled őket ebből az erőtlenségből, erőt közölsz velük, a te szent lelkednek az erejét, és a szereteteddel átöleled őket, hogy életük legyen te benned és bőségben legyen. Amen. Amen. És áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet te néked. Amen. Amen. Köszönöm szépen. Jó. Mehetek a helyre. Érezted? Istennek legyen hálva. Jó. Mozgass meg, hogy most. Mozgass meg, hogy most is fáj, vagy most jó? Konkrétan jobb.
Jó. Jó. Most így hirtelen, de... Jó, így az a lényeg. Karom összeszokott. Köszönöm szépen. Az Isten jó. Ez a legfontosabb tudni való, hogy dicsőséges, hogy Jézus. Az Úr jóságon, hogy mi élünk a földön, mert az ő jövő soha véget nem ér, újra éled reggelre, mindenre kerem, nagy a tehénysége. Krisztinánról tudjuk, hogy neki alvási problémái vannak, gyere légy szíves. Van még valaki, aki küzd alvási problémával? Éjszaka, igen, jó, gyere. Van olyan közöttünk, aki szaklató gondolatok vannak, sokszor azért forródik az ágyban, mert mindenféle sükebóga gondolatok járják át, ilyen zaklató, gyere légy szíves, akkor gyere, jó. Látom, dicsőség neked Jézus. Jézus, kérünk téged, imád dicsőség neked. Jó, mindenre nyugodtan imádkozom, kérjük Isten kegyelméért, dicsőség neked, Uram. Áldalak és magasztalak az én testvéreimért. Köszönöm, Uram, szeretném most egészen a te szívedre helyezni őket, és a te kezedbe, hogy ott elpihenhessenek, elnyugodhassanak, hogy egész éjszakáig ebben a nyugalomban és békében töltözhessen, kérlek, Uram. Attól, hogy úgy tudjanak aludni, mint a kisbaba az édesanyja ölében. Jöjj, drága Atyán, kérünk téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő és üzenye közbenjárása, de szent lelkeddel járd át őket, és szabadíts meg őket minden zaklató gondolattól, minden nyugtalanító gondolattól, minden olyan dologtól, ami őket ilyen zaklatottságban tartja, vagy ébren tartja, vagy megakadályozza, hogy egészen elpihenjenek. Jöjj, Uram, jöjj, jöjj egy gyógyító és szabító kegyelmeddel, és járd át őket. És te szereteteddel öleld át őket, Uram, hogy megtapasztalassák a te szeretetedet, a békédet, a nyugalmadat. Hozd el ezt a békét, ezt a bizalmat, hogy ők egészen szabaddá legyenek, és ezeknek a helyét töltsd be egészen a te szereteteddel és a te békéddel. És én köszönöm, Uram, hogy a gyógyító és szabadító szereteted átjárja őket, és te meggyógyítod és megszabadítod őket. Amen. És köszönöm, hogy az egyik testvéremben, mint vigasztaló lélek akarsz jönni, hogy megvigasztald őt a belső bánatában, és minden önvádat el akarsz tőle venni, hogy teljesen békét élvezzen, és én köszönöm, Uram, hogy te elveszed tőle, és megadod neki ezt a békét, a te vigasztalásoddal együtt. Amen. 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 Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk. Békesség, békesség legyen velünk. És áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te rád, és adjon békességet te néked. Amen. Amen. Köszönöm szépen, mert ebben helyetek lesz. Jó. Drága testvérkém, most itt abba hagyjuk, egy kis csendességgel, remélem most már tényleg csendes. És akkor utána délben a gyógyító misével folytatjuk, és a közbenjáró imaszolgálatot, és akkor utána pedig a szeretettel várunk majd mindenkit az alapján. Egy kis csendesség és egy hálaadó imával bezárjuk. És hát adunk neked, Uram, azért, hogy velünk vagy, és velünk is maradsz mindenkor. Köszönjük, Uram, hogy te vagy az élő, eleven, és mindent átjáró szeretet, és ez a szeretet átölelt minket. Köszönöm, Uram, a te jóságodat, a szépségedet, a kedvességedet.
Hálát adok, Uram, neked minden gyógyulásért, szabadulásért, életrendezésért, megújulásért, amit a mai napon adtál, adsz és adni fogsz. Tiéd legyen minden dicsőség, imádás, hatalom, tisztelet, mindörökkön örökké. Amen. Amen. És így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Amen.